Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogy hogyan készül a nagymamám számomra legendás és utánozhatatlan bablevese. Ehhez viszont az kell, legalábbis, hogyha nem akarom aznap 5-6 órán át főzni a babot, hogy bő vízbe beáztassam. Úgyhogy most szépen itt hagyom éjszakára babot pihenni, én is pihenek, és innen folytatjuk. Itt is vagyok a babbal együtt, mind a ketten kipihentük magunkat, úgyhogy most neki is állunk a főzésnek. Először is megpucolok különböző zöldségeket, zellergumót, fehérrépát és sárgarépákat. Zöldséghámozás közben szeretek híreket hallgatni, különösen akkor, hogyha én mondom őket. Hírek a Rádió Hírmigón. Scarborough városában éppen lakóházak alapkőletételére készültek, amikor az első ásásnál felfedezték az egykori épületek maradványait. Eközben leszűrtem a babot is, úgyhogy megy a lábasba. Mehet az ellergumó, mehet a fehér répa. Ugyan a nagymamám azt mondja, hogy egy répát elég beletenni, én ezen kicsit változtattam, mert én szeretem, hogyha bőven van benne répa. Most jön az a rész, hogy felöntjük a levest 2,5-3 liter vízzel. Nekem viszont van itthon lefagyasztott sonkalémék húsvétról, úgyhogy nálam ez fogja fedezni az 1 litert. Ha ti is így csináljátok, akkor a sóval vigyázzatok, mert a sonkalé az már valamennyire sós. Ugyan a sonka levét kivettem reggel, nem olvadt ki, de hát ennél nagyobb baj ne legyen, majd főzés közben ez megtörténik. Úgyhogy ráteszem, enyhén sózom, fedő, és itt hagyom 1,5-2 órát. Megfőtt a bab, úgyhogy most elkészítem a rántást, és ebben az esetben a rántásban rejlik a titok, ugyanis fogok 2-3 evő kanál olajat, azt szépen felforrósítom, és ebbe megy bele egy kis liszt, maximum egy csapott evő kanálnyi, és erre megy rá, keverés után természetesen, erre megy rá egy nagyobb gereszt fokhagyma, mivel az enyém nem annyira nagy, egy közepeset is egy kicsit használtam. Ezt azok is tegyék bele, akik amúgy nem nagyon szeretik a fokhagymát, mert én sem vagyok nagy fokhagymás, de ettől nem fokhagyma íze lesz a levesnek, hanem ettől kapja meg azt az annyira különleges, sajátos ízt, hogy feltétlenül kell bele. Szóval fokhagyma. A fokhagymát nem szabad sokáig a tűzön hagyni, mert nagyon hamar odakap, úgyhogy csak addig hagyjuk, amíg nem érezzük azt a jellegzetes fokhagyma illatot, és ha ez megvan, mehet bele egy teáskanál paprika, összekeverjük bele a levesbe, és főzzük még 5 percig. El is készültem mamám számomra legendás bablevesével, aminek még egy különlegessége van, mégpedig az, hogy levesbetétként, nem csipetként, hanem spagettit használ. Nem tudom, hogy ez hogy alakult ki, a lényeg, hogy én is spagettivel csinálom, mert csak így a jó. Kóstoljátok meg, egészségetekre!